Sziaszok, Remélem, jól vagytok! Ma meg fogom magyarázni azt a videót, amit felraktam, amikor ott voltam fent a hegyen. Szóval, kezdjük! J'ai trop le cafard. J'ai trop Nekem túl sok csótányom van. A cafard, az a csótány. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy... Depressziós vagyok. <laughs> Tudom, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog franciául, amikor túl sok csótányod van, akkor depressziós vagy. De mondjuk az igaz is, hogy hogyha ahol éltem abban a 30 négyzetméteres lakásban a két gyerekkel, egyszer mutattam azt a videót, ott voltak csótányok, és tényleg depressziós voltam, hogy tele volt csótányjal a lakás. Szóval ez, ez úgy van, hogy a

Hát azt tudjátok, hogy az miért. Nem is kell mondanom, szerintem. Je vais encore être seule pour la Saint-Valentin. Je vais encore être seule pour la Saint-Valentin, megint egyedül leszek. Uh, Saint-Valentin-re, Valentin-napra, vagy hogy val kell ezt magyarul mondani. Szóval, uh, je vais, én leszek. Encore, megint, être, lenni, seul, egyedül, pour la Saint Valentin, a oh, Saint Valentin napra. No, a napot nem mondjuk, mert tudjuk, hogy arról beszélünk, hogy a napról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy pour la Saint Valentin. Szóval, so, je vais encore être seul pour la Saint Valentin, megint egyedül leszek. Quoi Quoi Mi van. Hogy mi van, mi quoi Quoi, quoi T'es dur de la feuille ou quoi Quoi, quoi T'es dur de la feuille ou quoi quoi Mi van. mi, quoi, feuille, quoi? quoi? Mi quoi, mi... quoi? Mi Hogy miért kérdezed azt, hogy mi van? Kua, kua. Te gyúrd le fejük, kua? Az azt jelenti, hogy kemény vagy a leveleden, vagy mi? Ezt meg kell, hogy magyarázzam más, hogy... gyúrd être dur de la feuille, ez azért mondjuk, hogy dűr dur az kemény. La feuille az a a, a levél, de úgy, hogy a fának a levele, meg az lehet egy papír is, szóval egy. Uh, uh, hogy kell ezt mondani magyarul? Egy lap, papírlap, az a följ. Meg ezt arra mondjuk, hogy a, a fülre mondjuk, hogy e, ebben, a, ebben a mondatban a fülre mondjuk azt, hogy lefölj. Tehát egy győrd lefölj az azt jelenti, hogy kemény vada, vagy a a füledben, vagy a füleden, az azt jelenti, hogy nem hallasz jól. Tudom, ilyen nagyon bonyolult dolgokat csinálunk franciául, hogy nehéz a leveled, az azt jelenti, hogy nem hallasz jól. Igen. Szóval te, tu e, te, dur, de la feuille, ou quoi? Ou quoi? T'es dur de la feuille ou quoi? vagy?

Non, c'est bon, j'ai entendu. Non, c'est bon, J'ai entendu. Non, c'est bon, j'ai entendu. C'est sûr qu'avec ton caractère, le jour où tu trouveras un mec, les poules auront des dents. C'est sûr, aziygos c'est sûr qu'avec ton caractère c'est sûr qu'avec ton caractère c'est sûr qu'avec ton caractère le jour où tu trouveras un mec le jour c'est un jour où à mi Tu trouveras des fox talalni Un mec, est-ce Les poules auront des dents. A tu kok, non, les fox. Associez-le, les zélètes belem fox talani est pas chit. Et bien, il y a caractère Donc, So, les. <les>, <les>, <les> Poul, à choucok, au rhum, laisse, choucok, à choucok, à choucok, des dents, fogu. Donc, non, c'est bon, j'ai entendu. C'est sûr qu'avec ton caractère, le jour où tu trouveras un mec, les poules auront des dents. Donc, non, c'est d'accord, j'ai entendu ce que tu m'entends, mais c'est sûr qu'avec un caractère comme celui-ci, tu ne vas jamais trouver un passe-tête. Ça, tu veux dire, ça veut dire. C'est juste un peu comme ça, avec une formulation capable. Quoi? T'es gonflé de me parler comme ça? Sérieusement? Mais va te faire cuire un œuf. Hein? Quoi? T'es gonflé de me parler comme ça? Quoi? Quoi? T'es gonflé? Ferme-toi, fouille Hé, tu es gonflé, as fallu fouiner. Euh, T'es gonflé, fallait il faut il va. De me parler, parler. Rosam Ig Basselni va de me parler Rosam Basselni comme ça Ig. Fallait il euh, faut il va dire Bassel Ami azt jelentené, hogy um, hát azért pofátlan vagy, hogy így beszélsz hozzám. Um, ja, máshogy nem tudom kifejezni. Szóval ez, ez csak azt jelenti, hogy nem normális, hogy így beszélsz hozzám. Szeriözmó? 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 Komolyan? Szeriözmó? Mais va te faire cuire à neuf? Mais, de, va te faire, menjél magadnak csinálni, cuire, főzni, un neuf egy tojást. Szóval, menj magadnak főzni egy tojást. <laughs> Az azt jelenti, hogy menj a francba, konkrétan. Szóval, hogy mersz így beszélni velem, menj a francba. Konkrétan azt mondta. Ezzel a hosszú mondattal. <laughs> Remélem, hogy segített ez a videó. <laughs> Tudom, hogy így mostanában ilyen izé dolgokat csinálok, de az az igazság, hogy franciául így beszélünk. Szóval minden nap ilyen képes, ha ezt lehet így mondani magyarul, mondatokkal beszélünk franciául, és, és ez mindig így van. Szóval akárhogy akár, tanuljátok a franciát. Ha ezeket nem tudjátok, ezeket a kifejezéseket, akkor nem fogjátok megérteni, hogy mi, ki mit mond, mert minden nap szinten így beszélünk. Remélem, hogy tetszett ez az új lecke, és nem sokára találkozunk egy másik leckén. Sziasztok!